Itt vagyunk kis Norbival, aki idén már nem csak kamionba ül, hanem visszatér a gyökerekhez, és újra túraautózik is. Miről is van szó? A túraautó Európa bajnokságon, túraautó Európa kupában, bocsánat, az ETCC-ben szerepeltem, meg fogok szerepelni egy 156-os Alfa Romeo-val. Amúgy hát egy jó pár évvel ezelőtti régi világbajnokságos autó, és hát ugye most az ETCC is a túraautó világbajnokság betét futamaként fut. És az első versenyhétvénk ugye már meg is volt most Franciaországban, ugye amikor a Méris Norbi is ott versenyzett. Aztán hát a verseny egyébként jól, illetve nem is a verseny már nem alakult jól. A felkészülés és az időmérjegyzés az jól alakult, jól sikerült, a kategóriámban első helyen voltam. És aztán a verseny napon eső jött, és ugye az esőben pedig ugye az erősebb kategóriában, nagyobb kategóriában lévő autókat is tudtam támadni. Még a versenyben a vezetőhelyet is át tudtam venni egy pillanatra, de hát aztán sajnos egy koccanás miatt ugye leesett az ajtó az én versenyautómról. Úgyhogy az abszolút harmadik és a kategória első helyéről sajnos ki kellett álljak, ugye, mert kihívtak egy ilyen, van egy ilyen szabály, hogyha egy autón valamilyen technikai jellegű probléma van, akkor azt a versenyből kihívhatják és kötelezhetik a javításra. Úgyhogy sajnos engem kihívtak, pedig jó volt a tempónk, az esőben különösen jó volt, úgyhogy lett volna jó esélyünk. Legközelebb Szlovákia ringen 2 hét múlva újra a WTCC betét futamaként tudunk szerepelni. Remélem, hogy tudunk javítani majd. Ha el kéne helyezni a túraautós pályafutásodban ezt az autót, mondjuk egyrészt élményfaktorra, másrészt teljesítményre, akkor úgy hova raknád? Hát azt gondolom, hogy az egyik legjobb, legkomolyabb technika, amivel eddig versenyeztem. Nyilván mondjuk versenyeztem egy alkalommal ugye egy Porsche 911-997-es, ugye 2007-ben, ami azért szintén egy nagyon-nagyon komoly versenyautó volt, és erős is volt, ugye ahhoz képest azért ez az Alfa egy kicsit gyengébb. De hát azért az mégiscsak ugye 2007-ben ugye a világbajnokságon szerepelt ez az autó, és egy James Thompson harmadik helyet tudott vele elérni 2007-ben. Úgyhogy nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon versenyautós, tényleg VB technika. Lesznek-e szervezési problémák ugye a kamion verseny miatt? De előfordulhat az, hogy még nem tudsz elmenni az egyikre vagy másikra? Hogy lesz ez? Hát így van, sajnos ugye az ETCC-n csak ugye az első két verseny hétvégén tudok szerepelni, most ugye Franciaországban és a Szlovákia ringen, ami lesz, és aztán utána ütközik a Kamion Európa bajnoksággal, ami most jelenleg fontosabb, úgyhogy ott fogok teljes szezont futni. Aztán majd talán még a szezon vége felé lesz egy verseny az ETCC-ben, amin talán még majd visszatérek. Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd a szezon. Egy gyors jóslat a kamion versennyel kapcsolatban. Mire számítasz idén? Nagyon remélem, hogy harcban tudunk lenni a bajnoki címért. Ez lenne a cél. Főleg ugye a tavalyi szezonunkat figyelembe véve, és a tavalyi szezonnak is az utolsó 2-3 verseny hétvégéjét, különösen ott már nagyon jól tudtunk teljesíteni, sorban nyertük az időmérő edzéseket, első futam győzelemre is lett volna lehetőségünk. Ha azt a lendületet tudjuk folytatni, akkor abszolút remélem, hogy harcban leszünk az első pillanattól kezdve a bajnoki címért. Jó, és még egy utolsó kérdés, hogy Forma 1 közvetítésekre tudsz eljönni valamikor? Így a szezon első felében egyelőre nem, hiszen ugye május végén ugye elindul a kamion szezon, és akkor utána jó pár verseny hétvége a kamionban sajnos ütközik a Forma 1-jel, úgyhogy a nyár elején egy jó darabig nem fognak látni sajnos a kedves nézők a tévében, de aztán a nyárnak a második felébe, illetve a Forma 1 szezon vége felé, akkor már remélhetőleg majd többször fogok tudni szerepelni. Köszönöm szépen!